Szevasztok, üdvözlök mindenkit! Ez lenne az első ilyen tutorial videó, hogy hogy kell ezt megcsinálni. Hogy kell ezt megcsinálni? Hogyan tudtok botleget csinálni egyszerűen a FL Studio-ban? Én már ezt előre megcsináltam egyszer, mert nem tudom, nem vagyok nagyon hozzászokva ez a tutorialhoz, és nem igazán akarok ilyeneket csinálni. Úgyhogy szerintem kezdjünk is bele, szépen meg fogok mutatni mindent. Na szóval, keressetek egy zenét, ez most nekem a Tiesto The Business. Ennek az a cappellaját keressétek meg. Mármint a ti zenéteknek, amit szeretnétek. Majd másoljátok be ide. Ez így hangzik. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million. Ja, egy dolgot elfejtettem még, hogy a tempót azt 128-ra rakjátok. Na, nézzük, hogy milyen effekteket raktam rá. Ugye egy sima kickstart van alatta. Így néz ki. És még egy jó tanács, hogyha olyan zenét csináltok, amiben van még alatta más kick is, akkor azt úgy tudjátok leszedni. Ide rámentek. És megkeresitek a Fruit Parametric Echo 2-t, és körülbelül ideig elhúzhatok, és akkor jó lesz, de ez most nem kell nekünk. Az a cappelláról ennyit, akkor nézzük meg a kicket, ezt már az előbb hallhattátok, de azért megmutatom. Akkor jön a basszus, ami a elengedhetetlen a botlegnél. Ez a legjobb szerintem, ez a basszus. Majd mindjárt megmutatom. Oké, és akkor megmutatom. Itt van, itt nyissátok meg ezt a plugint, és keressétek ki belőle a BS Mugbase. Ezt húzzatok följebb egy kicsit, és ezt a kettőt pipáljátok be itt. Igazából ennyi. Oké. Akkor jöjjön a clap. Clap már? Csettintés. Oké. Akkor jöjjön egy nagyon fontos rész, bár ezt nem muszáj belerakni, ez csak ilyen kreativitásképpen. Ez a percnek a megírása, nem nagy dolog. Igazából ennyi, megmutatom ezekre milyen effekteket raktam. 7-es. Nem raktam rá effekteket. Nem tudom, olyan másnak hangzott. Na mindegy. Akkor ez csak így. Ja, megvan. Hát hangerőt azt maxra föltoltam, mert miért ne? Effekt. Igazából mind a kettő egy down filter. Ez egy up filter. És akkor a basszus mellé még kapcsolódik egy másik sáv is.
Ezt csak a hangzás érdekében tettem bele. Ez egyébként a... Igen, ez is ebbe a pluginba van. Ezt is abba találjátok meg, bár ez egy külön weboldalról töltöttem le. Na szóval, akkor jöjjön a zene második része. Itt már nézem. Itt már bejött a hi-hat. Nézem, hogy van-e rajta effekt. Igen, tettem rá egy vízhangot. Ja, igen. Szintén egy klep. Ezt sem muszáj így megírni, hogy én, mert tulajdonképpen találtok ilyet hangba, és azt is be lehet húzni. Csak most én itt pianóba megírtam egyet. Mert szerintem ez így sokkal jobb. És akkor szerintem más nincs is. Meg még itt van egy upfilter. Oké, és akkor hallgassuk is meg először a cappella nélkül, vagyis hang nélkül, hogy szól. Mármint zene. Na, zeneszöveg. Nem rossz. Na de most akkor kapcsoljuk be mindéket, és akkor hallgassuk meg, úgyhogy milyen. Szerintem nem lett olyan rossz, csináltam már jó pár botleget, de azok se voltak olyan rosszak, de szerintem eddig ez a legjobb. Na mindegy, körülbelül ennyiből az egész tutorial. Ja, még azt szeretném mutatni, hogy milyen dolgokat raktam úgy az egész cuccra. Ezt itt tudjátok beállítani, ha ide rá kattintotok erre. Tettem rá egy fruit limitert, egy maximust, egy fruit parametric echo 2-t, ami igazából nem tudom miért van benne, mert nem csináltam benne semmit, de oké. És itt van ez. Oké. Na, hát körülbelül ennyiből áll ez az egész. Nem szó szerint kell végigkövetni úgy, ahogy én megmutattam, van pár dolog, amit nem kell felhasználni. A botleget akartok csinálni bármelyik zenétekhez. De ajánlom ezt mindenféleképpen rárakni, mert ez nagyon jó. És ja, körülbelül ennyi.
Ja, meg amit még mutattam, hogy a az hogy olyan zenével dolgoztok, ami nem a cappella, akkor ajánlatos rárakni a Fruit Paramatic Echo 2-t. Így. Igazából ennyi. Úgyhogy köszönöm, hogyha megnéztétek a videót. Legközelebb találkozunk, és szavaztok!